Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és most az új spanyol támadóról, Jakarról fogunk beszélni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, igazán nagyon értékelem, remélem tetszik, ha így van. Nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, osszátok meg, hogy jusson el még több emberhez, és hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Péntek este a Ubisoft hivatalos YouTube csatornájára feltöltöttek egy videót, ami ugyancsak 17 másodperces, de így is kiderül ebből és a Siege honlapján lévő cikkből pár érdekes infó róla. A videóban, mint látjátok, bemegy az épületbe, éppen ezért gondolja mindenki, jogosan, hogy támadó. Ezután jön csak a java. Azt mondja spanyolul, hogy mindig hagynak valamit hátra, ezután a fejéhez nyúl, FPS nézetbe váltunk, és láss csodát, zölden megjelennek lábnyomok a padlón. Ennyit tartalmaz maga a videó, ami kapcsán jó pár kérdés felmerül bennem. Csak pisztoly lehet a kezében, amikor használja a gadgetjét, mint IQ-nak, vagy csak azért volt így a trailerben, hogy ne takarjon ki annyit a belső nézetből? Vagy mennyi ideig maradnak ott a lábnyomok a földön? Egész körben ott van, ha elfut egy védő, és akárhányszor ránézzünk, vajon látszani fog, vagy kihalványulnak? És vajon mennyi ideig tudjuk használni a gadgetet? És vajon hányszor tudjuk használni a gadgetet? Úgy, mint mondjuk Blitznek, hogy ötször, és utána semmi? Vagy úgy, mint IQ-nak, hogy annyiszor kapja elő, ahányszor csak akarja? Ezt már valószínűleg csak a Six Invitational-ön tudjuk meg. Egy nagy félelmem Jakallal kapcsolatban, hogy ki lesz rá a counter, vagyis az ellensúlyozás védő oldalról. Mert jelenleg senki, esetleg ha Signal Disruptort, vagyis Mute-nak a gadgetje közelében van, akkor rosszul jelennek meg a lábnyomok, vagy elmosódnak, de ez sem az igazi. Sokan arra gondoltunk, hogy a spanyol védekező pedig vagy egy tisztítógépet hoz, ami eltünteti a lábnyomokat, vagy a kör elején rúghoz hasonlóan letesz egy tasit, amiből kis lábra húzható kórházas mamuszt vesznek fel a többiek. Ezzel csak az a baj, hogyha nincs ilyen védő, Jakal OP, ha meg csak a védő van, akkor teljesen useless a védő, hiszen csak ezen spanyol támadó ellen van értelme a gadgetjének. Erre is csak a Six Invitationals alatt kapunk választ, esetleg pár nappal korábban. Hagyjuk viszont a kérdéseket, és nézzük, mit tudunk még. Kettő elsődleges fegyvere lesz, az egyik a Colt Canada C7 géppuska, ami nagyon hasonlít egy M4-re. A damage-e 42 felé lehet, a rate of fire az 700 és 900 között valószínű, 30 plusz 1 töltény fér bele, recoil-ja esetleg a Type 89-hez hasonlíthat, de ezen adatok közül csak a fire rate, ami biztos. A másik pedig a PW9 vagy PDV9, ami úgy néz ki, mint egy SMG 11 és egy P90 keveréke, a funkciója is az, meglepő, hogy egy támadónak elsődleges fegyverként látunk egy géppisztolyt. Két másodlagos fegyverének a híres USP40 vagy USP40, és egy olyan fegyvert neveztek meg, amiről viszont senki nem tud semmit, bár én azt hiszem, hogy egy revolver lesz, a neve pedig ITA-12S vagy ITA-12S. Összességében nagyon izgatott vagyok az új támadóval kapcsolatban, mert a gadgetje nagyon egyedi, és még a fegyverei is különlegesnek tűnnek. Azt viszont, hogy a játékban milyen helyet fog elfoglalni, csak egy kis idő múlva fogjuk megtudni, de addig is folyamatosan jönni fognak a videók ide a csatornára, úgyhogy ne hagyjátok ki, aki nem tette volna meg, az iratkozzon fel, aztán nyomjatok egy lájkot, írjátok le a véleményeteket kommentben, osszátok meg a videót, hogy jusson el még több emberhez, legközelebbig pedig Gaming is Fun, és sziasztok!